Kedves nézőink, Önök a Kanizsa Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Először nézzük főbb híreinket röviden. Lezárás. A főút felső szakaszán sem lehet már autózni. Legjava. Kiemelkedő évjáratra számítanak a szőlősgazdák, javában zajlik a szüret. Kuriózum. 300 éves biblia és még több ritkaság is látható a Halis István könyvtár kiállításán. Lezárás. Újabb forgalmi rendváltozás van a városban. A mai naptól az autósok nem használhatják a főút, Csengeri utca és Felső templom közötti szakaszát. A szerdai az első nap, mikor már nem autózhatunk az Eötvös tér felé. Persze, mint minden forgalmi rendi változás, ez is nehezen indul. Szerdán még volt, aki rutinból kanyarodott a főútra. Az autósok többsége azt mondja, nehéz lesz, de meg kell szokni az újabb változást. Nagyon nehéz lesz megszokni. De igyekszünk. Furcsa egyelőre. A beruházás projektmenedzsere elmondta, hogy szerdától csak az autóbuszok járhatnak a főúton. Azok, valamint a gyalogosok a megszokott rendszerint közlekedhetnek. Biztosítják továbbá az érintett üzletek árufeltöltését, illetve megközelíthetőségét. Ez a művelet 2 hétig tart, utána viszont teljes lesz a főút lezárása, akkor már a járdaburkolatokat is felszedik. Autóval a Csengeri utcából kizárólag, valószínűleg csak egy sávon, a Sugár út felé lehet majd haladni. A Csengeri utca és a Sugár utca közötti átjárást azt mi folyamatosan biztosítani fogjuk. Valószínű, hogy egy-egy sáv mindig szabad lesz, így garantáljuk az áthaladást. Illetve az elkerülő utakat továbbra is használhatják majd az arra közlekedők, tehát az alternatív útvonalak, amiket korábban kijelölt az első ütem, az Arany János utca, Királyi Pál utca összekötése, az Rényi utca, a Rozgonyi utca, a Kisfaludi utca, az azt gondolom, hogy el tudja terelni a főutcát. Az elmúlt hetek tapasztalatai alapján a gépjárművel közlekedők belátták azt, hogy van alternatív útvonal is, és jól használják ezeket a kerülő utakat is. A szakember hozzátette, közlekedési szempontból az egyik legsarkalatosabb pont az Rínyi-Csengeri kereszteződés, melyben már 2 kisebb baleset is történt, így most ott további biztonsági építmények készülnek. A Csengeri utca, az Rínyi utca kereszteződésben egy forgalomcsillapító küszöbet fogunk elhelyezni, annak érdekében, hogy még jobban lassítsuk a Csengeri utca Miklós folyó irányából érkezőket, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a kereszteződés most már a Csengeri utca szempontjából egy alárendelt kereszteződés, a fő útvonal az Rényi utca. A forgalmi rend megváltozása miatt a kivitelezők és az önkormányzat fokozott figyelmet és türelmet kér mind az autósoktól, mind a város lakóitól. Burza Hungarika. A felsőoktatási intézményben tanuló nagykanizsai fiatalok támogatását illetően elkötelezett az önkormányzat, többek közt erről tárgyalt a Humánbizottság szerdai ülésén. Az önkormányzat hosszú évek óta támogatja azokat a diákokat, akik rászorulnak a segítségre. A bizottság elé került rendeletmódosítás a támogatás mértékének növeléséről szól. Az egyfőre eső magasabb összeg is engedi azt, hogy a rászorultság meglegyen. A konkrétumokkal most nem állnék elő. A lényeg az, hogy talán bővülhet az a kör, akik havonta a várostól 4-4500-5000 forintokat kapnak, és ezt kiegészíti az állam ugyanennyivel. Ez az elmúlt években, jó pár éve van már ez a dolog, 110-120 kanizsai egyetemista, főiskolás diákot érintett. A város 2016-ban 8 millió forintot szán erre a célra. Az előterjesztést a bizottság támogatta. Most további híreink következnek röviden. 810 ezer forint. Várhatóan ennyi megtakarítással jár 2016-ban, hogy a Nagykanizsa és környéke foglalkoztatási, szociális és közművelődési non-profit Kft. A Bajza utca 2-es szám alá költözik. Mindenről kedden tárgyalt és döntött a Nagykanizsa és térsége önkormányzati társulás. Az ülésen szó volt a kistérség közbiztonságáról is. Dr. Molnár József, nagykanizsai rendőrkapitány elmondta, kezelni tudják a migráns helyzetet, emiatt nem nőtt a szabálysértések, bűncselekmények száma a napokban. Kanizsai antológia. Az önkormányzat pályázatot írt ki a Nagykanizsán és a járásban állandó lakhellyel rendelkező, valamint a városból elszármazott alkotók számára, lehetőséget biztosítva a 16. kötetben való bemutatkozásra.
irodalmi, művészeti, tudományos művekkel és grafikákkal lehet pályázni, kizárólag elektronikusan. Az alkotásokat a képernyőn látható e-mail címekre várják. A beadási határidő október 7-e, 17 óra. Rossz kezdés. Az U17-es női labdarúgó válogatott az októberi Európa-bajnokság selejtezői előtt Szepetneken villanyfényes találkozón fogadta a Szlovénia együttesét. Korábban ez a korosztály már többször is legyőzte a szomszédország legjobbjait. Ez azonban most nem sikerült, hiszen a szlovénok a mérkőzés elején gólt lőttek, mely után a magyarok még csak helyzetet sem tudtak kialakítani. Sumi Dorottya szövetségi kapitány lányai végül kikaptak, ám a szlovéniai visszavágón csütörtökön Hotizában javíthatnak. 246 kilométernyi küzdelem. Az ötszörös magyar bajnok és ötszörös spártai résztvevő, a 41 éves kanizsai dr. Lubics Szilvia 6. alkalommal is indul a szeptember 25-én kezdődő Atén és Spárta közötti 246 kilométeres ultramaratonon. A tavaly női pályacsúcsot felállító háromgyermekes fogorvos az indulás előtt elárulta, mint minden évben ezúttal is szeretné teljesíteni az emelkedőkkel és sziklás szakaszokkal tűzdelt embert próbáló távot. Kiemelkedő évjárat elé nézünk, mind a fehér, mind a kék szőlőfajtáknál. A termés mennyisége és minősége is lényegesen jobb, mint az elmúlt 5 év átlaga. A szüret a kanizsa környéki pincészeteknél javában zajlik. Förhénci Horváth Gyula birtokán reggel 8 órakor kezdték a munkát a szedők. A borász birtokain múlt hét pénteken kezdődött a munka. Mint elmondta, a középérésű fajták az idén egyszerre érkeznek, mint a Zenit, a szürke barát, de a Chardonnay is lényegesen előrébb tart érésben a megszokottnál. Itt Zalában, hála Istennek, augusztusban már megjelennek a hűvösebb éjszakák, párásak a reggelek, hajnalok, és emiatt a sap sem ég olyan szinten el, mint más szárazabb klímájú borvidékeken. És azt tudom mondani, hogy ugye fehér szőlőt kifejezetten savcukorarányra szüretelünk, és nagyon elégedett voltam a Riesling Szilvánival is, ami köztudottan egy kevés savat, illetve hát viszonylag lágy savszerkezetű szőlő. Ez is harmonikus volt, 8 fölött jött be, 8 gram per liter fölött jött be, és ez ideális, mert erjedéskor ugye 2-3 gram között veszít ebből, és akkor a bor az egy 5-6 gram közötti állapotot fog majd mutatni, úgyhogy elégedettek vagyunk. A szerdai napon a szürke barátot és a cserszegi fűszerest szüretelték a Förhénci hegyháton gazdálkodó borász birtokain. A témáról bővebben lesz szó csütörtöki Dombvidék című magazin műsorunkban. A könyvek könyve. Igazi kuriózumok. Több száz éves bibliák és misekönyvek is megtekinthetők azon a kiállításon, mely kedden nyílt a Halis István városi könyvtár kávézójában. A könyvtár, illetve az egykori ferences rend gyűjteményének részét képezték a könyvcsodák, melyeket az Álszakra Fesztivál kanizsai programsorozatának nyitó rendezvényén mutattak be. Például a Biblia, ami ott nagyon hátul van, az 1700-as évek vége. Tehát egy gyűjtemény a régi értékes könyvekből, vagy amit egyébként nem lehet közforgalomban látni, vagy vannak olyan könyvek, amivel pecsét érdekes, vagy van kanizsai vonatkozása. Cupi Gyula könyvtárigazgató elmondta, a kiállítás nem előzmények nélküli. Váron Istvánnal már korábban megkezdődött a közös ötletelgetés. Most behatolunk a Szentírásnak a belsejébe. Ugye hány részből áll? Kettő. Mi az a kettő? Ószövetség és Ó, és új szövetség. Az október 3-áig látogatható kiállítás megnyitóján interaktív előadáson frissíthették fel és mélyíthették el a Bibliával kapcsolatos ismereteiket az érdeklődők. Az Álszakra Fesztivál városunkban szerda este 7 órakor orgona koncerttel folytatódik az alsó templomban. Alkotó diákok, a Dr. Mező Ferenc gimnázium tanulóinak képzőművészeti munkáiból nyílt tárlat kedden a Hevesi Sándor Művelődési Központ ifjúsági galériájában. Az iskola kereteit túllépve most a városi közönségnek is bemutatkozhatnak diákjaink, mely nagy öröm intézményünknek. Hangsúlyozta köszöntőjében Szermek Zoltán, a gimnázium igazgatója, majd a tárlatot összeállító tanárnő Gyuricáné Zadravec Kornélia nyitotta meg a kiállítást. Mint mondta, nem csak a tehetség számít, tapasztalat is kell, mely szorgalommal érhető el. A falakra kifüggesztett alkotásokat az elmúlt 2 tanév terméséből válogatták, összesen 15 tanuló munkái láthatóak.
Igazából egy ilyen batik technika tanfolyamot végeztem el még a tavalyi év során. Körülbelül egy hónapig tartott, és 3-4 alkalom alatt készültek el ezek a munkák. Rebeka batik képe mellett igényes kivitelezésű tollrajzok, grafikák, ötletes számítógépes karaktertervezés és jelmezterv is látható a Mezősök kiállításán. És most nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Lezárás. A főút felső szakaszán sem lehet már autózni. Legjava. Kiemelkedő évjáratra számítanak a szőlősgazdák, javában zajlik a szüret. Kuriózum. 300 éves biblia és még több ritkaság is látható a Halis István könyvtár kiállításán. Kedves nézőink, ennyi fért a mai híradónkba. Híreinket, riportjainkat, valamint megújult műsorrendünkben készített valamennyi műsorunkat megtalálhatják a www.kanizsatv.hu internetes oldalon is. Most munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Nézzenek minket továbbra is. Viszontlátásra!